2023. szeptemberére egy izgalmas történelmi politikai thrillerrel készül a Megafilm és az MTVA. A Móricz Zsigmond által írt Erdély trilógia első részének, a Tündérkertnek a munkálatai jelenleg is zajlanak. Ráadásul a héten kezdődtek az éjszakai forgatások, úgyhogy külön öröm számunkra, hogy ezen a késői órán itt tud lenni a sorozat két szereplője. Vendégünk a stúdióban Dobos Evelin és Bokor Barna. Sziasztok! Sziasztok! Ráadásul Barna pont tegnap éjszakázott. Most Na hát akkor külön örülünk. Nem ezért mondom. Nem is olyan régen én ott jártam az egyik forgatási helyszínen, Fóton, és hát nagyon könnyen még így kívülállóként is tudtam azonosulni azzal, ami ott történik, a millióvel, a hangulattal, de nektek mi volt az, ami leginkább segített abban, hogy át tudjatok szellemülni? Hiszen egy 17. századi történetről beszélünk. Igen, egyébként tehát pont ez az, amit te is kiemeltél, hogy a helyszínek, a díszlet, a berendezés, a ruhák, szóval úgy látjuk egymást, ez egyszerűen ez megadja azt a hangulatot, amit egyébként ugye a forgatókönyv olvasás akkor is gyakorlatilag láttunk magunk előtt, vagy én legalábbis láttam magam előtt, úgyhogy ez egy ilyen varázslatos világ tényleg. A 17. századi világ, de nem más, mint a mostani. Tehát azért nagy mértékben hasonlít a jelenlegi helyzet például, tehát hogy akkor is meg kellett felelni a szultánnak, és úgy, hogy közben a császár ne sértődjön meg. Szóval egy ilyen érdekes analógiája a mának, szóval hogy nem sok minden változott. A díszlet változott, De az ember és az emberi sorsok én szerintem nem. És ez erről szól. Barna, te mindig is vágytál egy ilyen kosztümös szerepre. Ki nem vágyott kosztümös? Mindenki erre vágyik. Mesélj egy kicsit Bethlen Gábor karakteréről, hogy ez mennyire olyan, mint te? Hát, ugye, hogyha megnézzük a 2000 forintost, akkor nem egészen olyan, de lelki alkat szempontjából én nagyon sok hasonlóságot, vagy az, ami számára fontos volt, az én is úgy érzem, hogy vannak közös pontjaink. Ilyen szempontból nem volt nehéz a közeledés Bethlen Gáborhoz. Én azt gondolom, hogy jó kezekben van nálam Bethlen Gábor. Egy gyönyörű karakter. Igen, nagyon egy ember. Egy gyönyörű férfi. Kívülbelül. Igen. Evelin, te pedig Bátori Gábor feleségét alakítod. Igen. Ő pedig milyennek látod? Palocsai Anna, a fejedelemasszony. Ő egy nagyon szép ívet jár be, az ő története, az ő karakteréve. Egy ugye összeházasodtak Bethlen Gáborral, majd egy év múlva találkoznak ez, újra. Ez szólás volt. Bocsánat, Bátori Gábor, nem volt ez. Szerette volna. Én attól féltem, hogy én fogom ezt összekeverni, de hál' Istennek. Vigyázzatok. Ne, Bátorival összeházasodnak, és aztán egy év múlva találkoznak legközelebb, és itt indul a Tündérkert története, és a Palocsai Anna szála is, és láthatjuk, ahogy egy lányból nővé válik. Ez a karakter. Egyébként a Tündérkert az Bethlen találmánya. Tehát mivel Erdély aranykorát megvalósította, azt a korszakot nevezzük Tündérkertnek, Erdély akkori arcát. Evelin, neked régi vágyod volt, hogy együtt dolgozz Madarász Istvánnal, a sorozat rendezőjével. Vissza tudsz emlékezni arra a pillanatra, amikor jött a telefon és mondták, hogy megkaptad a szerepet? Persze. Rónai Dóri hívott fel, a casting direktor, és mondta, hogy ki vagyok hangosítva, és hogy mellette van Isti. És akkor együtt mondták el, hogy Palocsai Annát játszhatom. És otthon voltam, úgyhogy bátran nyíghattam és sírhattam, és ez így volt. És ők meg röhögtek, kacagtak a vonal túl végén, én pedig így még talán vissza is kérdeztem, hogy te biztos? És én hát nagyon boldog voltam, tényleg régeség óta szerettem volna Istivel dolgozni, és ezt a szerepet is nagyon-nagyon szerettem volna, mert iszonyatosan izgalmas, összetett, és rengeteg árnyalata van ennek a karakternek, úgyhogy nagyon boldog voltam. De nem egy egyszerű menet ez, Barna, te például a szerep kedvéért tanultál meg lovagolni. Mennyire megy ez most? Én azt gondolom, hogy jó. Lóval jött ide is. Ennyiben más a helyzetünk, hogy nem lóval járunk, és hát most egészen másként viszonyulunk a dolgokhoz. Például nem lenne gond egy korabeli embernek ezt a rezsi kérdést megoldani, mert akkoriban nem ilyen volt a fűtés. De hogy a lóval való barátkozás az egy csodálatos dolog. A lovas viszonyáról nagyon sokat tanultam, és ez egy fantasztikus dolog. Meséljetek egy kicsit a kosztümeitekről, mennyire korhűek a ruhák, vagy milyen őket viselni?
ez egy nagyon aprólékos folyamat volt, amíg elkészültek a ruhák. Rengeteg próba volt, Zelenka Nóra a jelmeztervező, és az én ruháim konkrétan nagyon mívesek, nagyon gyönyörűek, mivel fejedelem asszonynak mindig nagyon míves ruhái voltak, de hogy Nóranak rengeteget tud ugye erről a korról és a korszakról, és nagyon izgalmas volt így végigkövetni azt, hogy nem mindegy, hogy hol húzódik egy redő, hogy hol budgyosodik egy új, mert már akkor eltérünk a kortól. De hát ez egy csoda belebújni mindig ezekben a jelmezekben, meg őket és a fiúkat is látni ebben. Szóval mese szép mindenki. Nem minden apró részletében kötődik a korhoz, tehát hogy korhű jellegű, de azért az utolsó gombig nem ragaszkodott Nóra, hogy olyan legyen. Egyébként csodálatosak a jelmezek, és szerintem minden családnak a motivumai valahol jelentkeznek a jelmezek. Nekem például a kartmarkolatom is hattyú. Még javában élvezhetitek ezeket a jelmezeket, mert hát még tart a forgatás, de egyébként mit tudtok, mikorra várható ez a sorozat? Jövő szeptember. Van erről egy hivatalos értesítő, 2023, igen. Igen, nagyon reméljük, hogy... De addig még rengeteg idő eltelik, nem is értem, hát ez sokat kell még várni, hogy mi is lássuk. Hát mi is nagyon várjuk. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.